Sziasztok, fiúk, lányok! A mai játékmódunkban, loadoutban, ami nem más, mint Jackhammer, ami más neve annak, hogy Capture the Flag. Csak hát itt egy kicsit kicifrázták azzal, hogy a zászlóval nagyon lehet baszni a másikat. Lényegében amúgy ez a Jackhammer. És el is kezdődött a drága 4v4 küzdelmünk, és mint látjátok, most egy kicsit mahináltam én is a fegyverrel, és most gyújtólövedék van betéve, majd kíváncsi vagyok, milyen eredményen fogom tudni használni, mert most próbálom ki először. Hát jó, annyi, hogy a tesztekben megnéztem, hogy mit tud, de hát na. Elméletileg, hogyha meglövöm vele az ellenfelet, akkor szépen fog lángolni. De nem tudom, meddig kell ehhez lőnöm, hogy begyújjon. Ha úgy látom, hamar kialszik. Na, de végre begyulladt az illető úriember, begyulladt, ez az, és... hát meghalni meghal, csak nem én öltem meg, na hát. És ügyes voltam, mert szépen leugrottam a szakadékba, ja igen. Azt elfelejtettem az előző részben mondani, hogy ha a mozgásnyilakkal, AVD, BES, gyors egymás után kétszer lenyomjátok, akkor szépen ilyen előre szaltókat, balra szaltókat, tehát ilyen bugfenceket csinál minden irányba. Ami, hát a gyors haladásnak az egyik módja, csak épp most bele bukfenceztem egy gránátba, és utána szépen amputálták a végtagomat. Hát igen. A Jackhammerről amúgy hozzá kell tennem, hogy ez egy kis türelemjáték lesz. Itt nagyon védik a csapatok a bázisaikat, hogy ne nagyon lehessen oda bemenni, mert értem szerintem, hogyha bemegy oda a kedves ellenfél, akkor bizony megszerzi a kalapácsot, és hát akinél a kalapács van, az mondjuk úgy, egy jelentős pusztító erőt képvisel. De nézzük, sikerül-e kinyírom az illető úriembert, és hát megint csak egy assziszt, na javanó. Lát, nem ez lesz a kedvenc viponom, majd kiderül. Amit másik fontos nagyon megjegyeznünk, előző adásban említettem, hogy a pályák bizonyos pontjain vannak ilyen zöld medik dobozok ledobálva, vagy letéve. Ezeknek azért nagyon nagy jelentősége van ebben a játékmódban, mert amikor menekülünk a kalapáccsal, bizony úgy kell az útirányunkat megválasztani, hogy ezek a dobozok szépen útunkba essenek, mert hát természetesen az ellenség ott lesz a hátunkba, és hát olyan fegyverekkel fogják bántalmazni szerencsétlen ánuszunkat, amik nem nagyon lesznek kellemesek, és ilyenkor bizony jól fognak jönni ezek a kis dobozkák, ezzel is életbe tartva a karakterünket és a reményt, hogy mi szerezzük meg a győzelmet. Na most be kéne jutni az ellenfél bázisára, és úgy nézem, hogy ez sikerülni is fog. Három irányból lehet megközelíteni középről, értem szóval ez az a nagy híd, és két oldalról ilyen szögdelős, ilyen szakadékos részen. Hát most egy frontálisan betámadtam, és mint látható, itt vált is már engem egy úriember. Hála égnek, az egy gyújtó lövedékem, az kicsit hatásos, viszont ez egy két illű kard, mert mint látjátok, saját magamat is sikerült begyújtani. Hát, hogyha a lángoló ellenség hozzánk törgölőzik, akkor képes ezt a tüzet átadni nekünk. Hú, de meg van pörkölődve a karakterünk. Hát nem jutottam messzire. És ez a kedves női hang közli velünk, hogy a kalapács bizony az visszakerült. Hát igen. És, na, azért legalább végre sikerült már egy új emberrel azt hiszem végezni. Legalábbis szeretném azt hinni, hogy sikerült. Általában a legtöbb részen, ahol támad az ellenség, az itt mindig itt fogunk velük találkozni. Ó, uram atyám. Na, pusztuljál meg. Sikerült begyújtani, és még én nem lángolok, és hát ez az, végre megöltem valakit. Nem hittem volna, hogy képes vagyok ilyesmire, csak hát ez a baj, hogy az ellenfelek sose járnak egyedül. Legalábbis nagyon ritka. Jaj, és ezért kicsit tanulmányoztam ezt a loadoutot, hát az előző videóban láthattátok, hogy a mozgáskultúra és öltözéket egy kicsit lehet variálni egészen addig, hogy ez az Axel nevezetű karakterrel egészen a nudizmusig is fajulhatunk. Amire azért megmondom őszintén nem számítottam, mert a néger hapóval a másik hímnemű karakterrel ezt bizony nem lehet megcsinálni, az csak tangáig megy. Az igaz, hogy börtanga, de hát na. Axel ő nem cicózott, ő szépen levetett magáról mindent. És még ott van az a Helga illetékes nőszemély, de hát ahhoz most még megmondom nektek őszintén nem volt gyomrom, hogy én azt egy komolyabban megtanulmányozom, meg azt hiszem Jack Fragnek van egy ilyen videója, kedves ismerősöm, jó barátom ajánlotta is azt a videót, ó, és közben az ellenség megpróbálja lopni a kalapácsunkat, és hogy már is el kell bátorítsam ettől a dologtól, hú, sikerült elintézni az illető úriembert, és visszaszereztük a kalapácsot, hát ez amúgy egy az egybe Capture the Flag. Viszont olyan trükkök vannak ebben a játékban, amiről idáig nem is tudtam. Például fel tudjuk venni az ellenfélnek a kinézetét, és így elvegyülni az ő bázisukra. Mondjuk ez adott ideig tudjuk, csak kb. Fél percig.
hogyha az a képesség van nekünk beállítva, vagy ilyen spam pontot tudunk ledobni, és miután megöltek minket, azon a spam ponton születünk fel, és akkor megint meg tudjuk lepni az ellenséget. Egész érdekes kis nyalánkságok vannak ebben, és ez mind fegyverrel szabályozható, ez azt hiszem különböző lövedékfajták. Van olyan lövedék is, ami lényegében akna, úgyhogy a zászló környékét, vagyis a hammer környékét hát alá lehet aknázni, így is megakadályozza az, hogy amikor bemegy oda a drága ellenfél, akkor meglepetés érje. Na, egy úriember, hát sikerült már elbeszélgetnünk, és itt van a következő úriember. Ó, és megpróbáljuk begyújtani, azt hiszem sikerült. Igen, onnan tudjuk, hogy begyulladt, hogy megy lefele az életcsíkja, és igen. El is éges szerencsétlen pára. Nekünk meglassan meg kéne próbálnunk valami módon átjutni a ellenfél bázisára, csak hát folyamatosan intim kapcsolatba kerülök az ellenféllel. Úristen, úristen, mi folyik itt? Kérem szépen, na, sikerült őt is felgyújtani. Viszont én is döglődök elég rendesen, olyannyira, hogy tulajdonképpen már életem sincs, azt sem tudom, mit tart engem életbe. Hát egy úriembert sikerült megint megijeszteni, aztán most egy kicsit megbúvok és kivárom, hogy mi lesz. Ha minden igaz, itt alattam van egy ilyen zöld dobozka. Már nagyjából bebifláztam ezt a pályát. Hát, semmi zajongás, úgyhogy rámegyek a zöld dobozra, begyógyítom magam, aztán megpróbálunk eljutni az ellenfél kalapácsához. Na, nézzük, mekkora májerek vagyunk. Azt mondja, hogy felszak elünk, itt is hát most nem frontálisan megyünk, már nem. És itt ez a szökellős rész, amiről beszéltem. Na, itt kell nagyon odafigyelnünk arra, hogy mikor és hogy ugrunk már, különben, hát igen, lezúgunk a szakadékba, és akkor és megint itt van a néger özővédő. Sikerült megint begyújtani az illető úriembert, hála égnek, ő most nem tudott minket begyújtani, és szépen. Ó, őt kiűzték. Mikor öltem én meg öt embert? Na mindegy. Ó, na és menekülünk a kalapáccsal, gyanítom fog utánunk jönni a drága jó ellenség. Ezt a hangokból is lehet hallani, ájszökellés, jó van. Ó, kaptunk egy kicsit, de pont itt volt ez a zöld dobozka. Megint menekülünk. Ó, és megint kaptunk egy kicsit, de megint itt volt a zöld dobozka. Na látjátok, erről beszéltem. Hála égnek, az ellenfél van olyan hülye, hogy nem vesz észre, hogy mögötte megyek. Megint itt a zöld dobozka, jó van, sikerült megint eljutnunk innen. Aztán megint azt hiszem kerülni kéne. Azt mondja, óóóó, fú, ez nem sokan mullott. Átjutottunk a szakadékon. Illető úriembert megpróbáljuk elkapni, nem sikerült. Az meg gyógyítaná magát, és a kalapásnak van egy olyan jó tulajdonsága, hogy bizony egy csapás és vége mindenet. Tök mindegy, hogy mennyire vagy felfejlődve, és megszereztük a vezetést, haha. Mekkora májerek vagyunk, mekkora májerek vagyunk, az, és hát kinyílt az ellenfél, és megszerezte a mi kalapácsunkat. Hála a jó Istennek, sikerült annyira lesebezni, hogy a társaim azért könnyűszerrel elintézték, úgyhogy idáig azt mondom, hogy jók vagyunk, és én szereztem meg a kalapácsot. Na már csak annyi dolgunk van, hogy még szerezzünk kalapácsot, vagy bevédjük ezt az egy szerencsétlen kalapácsunkat. Ó, hát ez egy töltetlen volt. Ó, milyen hangokat adnak ki a fiatal úri emberek, hát... Na, azt mondja, hogy ja, tényleg most nézem, még 6 perc, 40 másodperc van a teljes játékidőkből. Úgyhogy, hát most ilyen két gondolkodóba estem, hogy mit évő legyek. Hát mondjuk amúgy fél perc alatt vég lehet nyomulni a pályán, tekintve, hogy ez sem brutálisan nagy pálya. Hát megpróbálok megint eljutni majd valahogy arra felé, csak hát közben fight, atal, lónnal fel kell vennem megint a kapcsolatot. És azt nem sikerült begyújtani. Most lényegében azt is úgy is trükközhetnénk, hogy begyújtjuk, aztán fedezékbe bújunk és várjunk, hogy lesebződjön a lángok által. Csak hát én ilyen türelmetlen fajta vagyok, mint az Isten. Ó, és közben megint viszik a kalapácsunkat, úgyhogy meg kell akadályoznom az illető úriembert, és sikerült is. Már csak a kalapácsot kell visszajuttatnom a pénzre, hát ez is sikerült. Most már nyugodtan elvérezhetek, hát végül is, ja, lelőtték mindkét karomat. Ja Istenem, na hát. Azt mondja, megint támad az ellenfél. Már csak az a kérdés merről. Hát itt középen tartják a frontot a csapattársaim. Nekem meg valamerre arra kéne megindulnom. Próbálom megint begyújtani az úriembert. Mondjuk nem tudom, hogy mitől nem mindig gyulladnak be, mert hát azért van az az időintervallum, amikor én úgy gondolom, hogy elég ideig lövöm ahhoz, hogy begyújjon, mégsem gyullad be. Lehet, hogy van olyan képesség is, hogy ilyen tűzellenálló a fiatal úriember. Meg hát biztos vannak még ilyen egyéb trükkök, már néha tényleg komolyan mondom, ilyen másodpercek alatt kimódelek.
És még nem jöttem rá, hogy miért, és már is mennek az ászlónkért. Ne! Nem baj, kibaszok az illető úriemberrel, nézzük. Na ha 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 ha. Nem csak te tudsz olyan dolgokat használni, amik egyből ölnek. Na, visszaszereztük az ászlót, úgyhogy még mindig jók vagyunk, és még 5 percig kell kitartanunk. Folyamatosan rohamoznak minket, és hát el is vérzett az úriember. Hát most nem igazán tudom magam visszatápolni egyelőre. Itt középen szokott lenni ilyen kis zöld bigyusz dobozka. De mit tudom én, most lehet egyelőre megteszi ez is. Most amúgy sem vagyok nagyon tűz közelbe, inkább kivárom most a dolgokat. A vezetés nálunk van, úgyhogy nem nagyon kell rettegnem most semmitől. Jaj. Hú, milyen látványos a tár az illető. Ó, és jönnek már, és sikerült begyújtani. És meg is volt az assist. Jó van. Na, elnézzünk erre az oldalra is, mert szerintem előbb-utóbb az ellenfél is rájön, hogy itt oldalt kéne sunyogni valahogy az ászlóhoz, nem középről betámadni. Ó, és már is lehet látni, hogy jönnek. Ajaj, itt most lehet bajba leszek. Gránátom sincs. Ó, ne, és nála kalapács, ne! Ó, akkor leverték a lábamat. Fú, de ki vannak a beleim. Na hát igen, hát a játék egyik jellegzetesség az, hogy nem nagyon tűr ellentmondást. Eléggé részletesen bemutatja az emberi anatómiát, meg ilyeneket, szóval. Azt mondja, meg kéne próbálnunk eljutnunk nekünk újfent a zászlóhoz, mert úgy látom, hogy a társaim inkább csak védekezésre koncentrálnak. Hát még 3,5 perc van hátra a meccsből. Úgyhogy minden jó, mert lehet, hogy ez azért az könnyű meccs lesz. Ó, és idáig lazán eljutottam. Hát bocsász, de véletlenül kétszer nyomtam rá az előre, azt szépen leszaltóztam a szakadékba. Nem baj, belefér. Az a jó ebben a játékban, hogy nem kell komolyan venni, és akkor is lehet eredményeket elérni. Ha, nem gondoltátok volna. Ha, én gondoltam. Úristenem, már megint ketten támadnak be egyszerre. Hát, mivel valószínűleg meg fogok most pusztulni, annyit próbáltam tenni, hogy megpróbálom itt a srácokat minél jobban begyújtani, hogy annál jobban lesebződjenek, és a drága társaim így azért könnyebben tudják őket elpusztítani. Hát látható a kárémon, hogy azért megszenvedek rendesen. Mondjuk volt olyan mérkőzésem is, ahol ilyen 8-0-át, meg 9-0-át lőttem, csak hát a kedves kollégáim azok meg 25-0-át, meg ilyeneket. Nem tudom, valami nagy trükkök vannak már itt ezekkel a fegyverekkel, mert komolyan mondom, néha tényleg olyan brutális vehemenciával támadnak be engem. Na látjátok, erről beszéltem. Most lényegében nem tudom, de azért kb. 3 másodpercem volt arra, hogy megvédjem magamat ettől a emberkétől. Hát és ez nem nagyon sikerült. Hát még 2 percig kell egészen pontosan kibírnunk, és már megint támadna itt a drága jó úriember. Aj, ne támadj már! Valahogy életbe kéne maradni, és szerencsére már nem velem foglalkozik, hanem a meneküléssel, ez öreg hiba volt. Hisz én így végig tudtam tovább sebezni, és most visszagyógyítottam magam kellemesen, úgyhogy folytatódhat tovább a küzdelem, és már csak 1 perc, 40 másodperc. Ó, Istenem, de jó lesz. Na, azt mondja, hogy megpróbálkozzak én még előre menni, vagy ne próbálkozzak meg. Hát a fene tudja. Elmegyek idáig, úgyis mindig errefele jönnek, aztán lesebzem őket amennyire lehet. Aztán a többit a sorsra bízom. Úristen, és már valaki megint megpróbálja kalapáccsal pusztítani a társaimat, de hála helynek, ha jól látom, visszakerült a helyére. Na nézzük, mi történt. Jó van, úgy nézem, elhárult a probléma. Megpróbálom itt oldalt tartani így a dolgokat, de úgy nézem, ezek mindig középről támadnak. Hát egy úriemberrel sikerült végezni. Aztán itt van még egy, próbálom begyújtani, azt hiszem ez sikerült. És jó van, vele is sikerült végezni. Na, eddig jók vagyunk. Most nem tudom magam visszagyógyítani, úgyhogy most egy kicsit bajos. De hála égnek még mindig mi vagyunk nyerő formációba. És jött a zöld dobozka, megoldjuk a problémát, aztán éppen visszatápoljuk magunkat, és már megint itt jön ez a jófajta nyúrúság. Isten, nem hiszem el. De milyen fegyver ez? És most szerencsére pont megtaláltam a chatet, úgyhogy nyomtam egy BSV-t. Biztos érteni fogják, hogy mi újság van, na mindegy. Néha én is elkapkodom itt a játék hevébe a dolgokat. Hát hiába. Ó, és meg akarják szerezni a kalapácsot, meg kell állítani. Jó, sikerült, és visszament a helyére. Ó, nem hiába való volt a halálom.
Na, mennyi idő van, még már kezdek kicsit elfáradni. Ó, még 12 másodperc, kérem szépen, hölgyeim és uraim, milyen izgalmas küzdelem, és miénk a győzelem, kérem szépen. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy végignéztétek a Loadout túravezetésem újabb epizódját. Remélem tetszett mindaz a kis műsor, amivel szolgáltunk nektek. És nézzük, milyen eredménye. Ez az életem az első. Dance. Nos, köszönöm a megtekintéseket, a viszontlátásra. Sziasztok!